Az elmúlt években jellemzően a terület és településfejlesztési operatív programból érkező forrásra tudtak eredményesen pályázni Nagyecseden. Nem egyszerű a működési költségeket és a fejlesztési célú kiadásokat és bevételeket egyensúlyban tartani, nyilatkozta a település polgármestere híradónknak. De az előző évekhez hasonlóan ez idén is sikerült. Kovács Lajos hozzátette, a Zöldváros projekt keretében sikerült megvalósítani egy 413 millió forint összköltségvetésű beruházást, ami egy katasztrófavédelmi szolgáltatóház építését és a II. Rákóczi Ferenc művelődési ház teljes körű felújítását tartalmazta. Emellett másik kiemelt projektjük a munkahelyteremtés ösztönzését célozza. A munkahelyteremtés témában iparterületfejlesztési céllal alakítottunk ki két helyen egy zöldmezős beruházásba egy 5 hektáros iparterületet, összközművesítve, körbekerítve. Ez az iparterületfejlesztéses projektünk szintén a területi operatív program keretében került megvalósításra. Egy 131 millió forintos összköltségvetéssel biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy akár a helyi, akár nem helyi vállalkozások munkaerő megtartó fejlesztő tevékenységeit, vállalkozás fejlesztési céljait szeretnénk segíteni, bízva abba, hogy a helyi munkanélküliségi rátánkat tudjuk mérsékelni. Elmondhatom, hogy egy másik vegyes projektünk, ami EFOP támogatással bír, de infrastruktúrális része is volt, és képzés humanerőforrás fejlesztési projekt része is volt. Itt igazából az infrastruktúrális részét emelném most ki, ami a meglévő önkormányzati ingatlanunkat, szociális és szolgálati lakásfunkciót ellátó társasházunkat újítottuk föl egy 75 millió forintból, valamint a következő projektünk a szociális városrehabilitációs program keretében pedig a nyugati szegregátum, a település legnagyobb szegregátumában kötelező elemként résztvevő szociális bérlakást alakítottunk ki. Itt gyakorlatilag egy teljesen új ikerlakás épült a szegregátum szélén. Ebben az ikerházban két hátrányos helyzetű, de munkahelyen rendelkező család költözhetett be. Jelenleg egy 5 település konzorciumában megvalósuló projekt is fut, aminek keretében többek között humán erőforrás szolgáltatás bővítés valósítanak meg. Ez többek között gyermekorvost, gyógytornászt, pénzügyi tanácsadást foglal magában. A bevétel kiesés a járványhelyzet miatt Nagyecsedet is negatívan érinti, de a polgármester pozitívan tekint a következő évre is. Nem csak hogy a jövő évi költségvetésünkre lesz, az idei költségvetésünkre már jelentős hatással van, hiszen nyilván minket is érintett az a szigorítás, ami központi intézkedés, kormányzati intézkedésként a gépjármű adó helyben maradó adóként az bekerült a központi költségvetésbe, illetve hát értelemszerűen már az első tavaszi hullám idején, illetve a mostani őszi hullám idején is azért jelentős költségeket jelentenek a védekezésnek a költségei az intézményben, közterületen, egyebek. Itt nálunk Nagyecseden ez egy közel 20 millió forintos költségkiesést jelentett a működési költségeinkből. Jelenleg elbírálás alatt van egy határon átnyúló, közvetlen brüsszeli forrásból megvalósuló beruházásra a település pályázata, ami a városi rendezvénytér és annak környezetének rekonstrukcióját valósítaná meg 250 millió forintos összköltségvetéssel.